klímaaktivisták négy nagy német repülőtéren ragasztották oda magukat a kifutópályához, pár órára megbénítva a légi közlekedést. Az utolsó generáció névre hallgató aktivista csoport tagjai a berlini, a kölni, a nürnbergi és a stuttgarti reptéren blokkolták testükkel a kifutópályát, miközben egy az olajöl feliratú bolinót tartottak fel. A csoport idén nyáron már több hasonló tüntetést tartott. A demonstrációk célja, hogy a német kormány aláírja azt a nemzetközi megállapodást, amelynek keretein belül 2030-ig ki kell vezetni a fosszilis üzemanyagokat. Nancy Faeser, Németország szövetségi belügyminisztere veszélyesnek és ostobaságnak nevezte az akciót, valamint kiemelte, a német kabinet júliusban elfogadott egy olyan jogszabályt, amely szigorúan bünteti azokat, akik illegálisan lépnek be egy repülőtér területére és gátolják a forgalmat.